Üdvözlöm a kedves nézőket, itt Kentem lesz ismérlete, és folytatom a My Little Pony Game of Talk. Most legutóbb, mint tudjátok, elkezdtük a Friendship Festival frissítés harmadik Pony megszerző tokengyűjtős küldetését, majd így fogom nevezni, és ott azt mondtam, hogy ott fogom folytani, amikor elkészülök vele. Most természetesen elkészültem vele, nem teljes mértékkel, mert még nem maradtam le az utolsó... Tudjátok, az utolsó, de nem maradtam le még az utolsó hozzávaló tokeneket, de már közel állok az, hogy megszerzhessem, amit láthatjátok, 28, megvan a 30-ból, úgyhogy most még ezeket learatom, és minden bizonyára már pedig ezek adnak, és akkor minden igaz, akkor végre elkészültem vele, igen. Ja, megvan a Ecstatic Dancer. A jó dolog, úgy kell mondani, nem néztem utána még mindig. Pardon. Wait for Spike to finish his preparation for the show. Akkor itt is meg kell már, csak úgy tűnik, hogy... Oké. Akkor ezek szerint most ez nem volt olyan sok, nem tartott olyan sokáig. Na mindegy. Lássuk, hogy mit mond Spike. Everything's fine. Nothing's terrible, azt hiszem. Just check back in a bit and don't pay attention to any horrible of key noises and maybe if you know any professional conductors, azt hiszem, mindegy. Just let me know. Awesome. Oh, Applejack, thank goodness it's you. I took for a moment that one of our other friends had found me hiding behind this rock. Milyen körről van szó? Rarity, what are you doing back here? I could ask you the same thing. Ugyanezt kérdezheti tőle is, ja. Well, I don't like to admit it, but I'm sorta hiding for Twilight. Don't tell me she got to you too. That Phil is practically a whirlwind today. Milyen, valami forgószére vazott, tehát, hogy AJ keresi Twilightot, csak Rarity nem, hogy azt mondja, hogy ő is keresi. Na, Twilight? No, I've got Hurricane Pinkham on my flank. Those two are making an absolute mess of this festival. And both your farm and my business appear to be the worst for it. Ezt nem teljesen értettem, tehát az a lényeg, hogy Rarity megmondta, hogy összeütközött Pinkie Pie-jal, és valami olyasmiről lehet ez szó, hogy azok ketten teljesen magukban vannak temetkezve a készülődés miatt, a fesztivál készülődése miatt. Well, if I know anything about Twilight, she's trying to fix up this wall, shining herself to keep for disappointing Pinkie. Tehát, hogy mindenképpen, de hát azt mondja, hogy Twilight mindenképpen akarja ezt intézni önmagától. And I've begged, mindegy. Pinkie's attempting to do the very same thing, to keep for disappointing Twilight. I think it's time they stopped running about and communicated with one another. Tehát, hogy meg kell, most már végre, véget kellnek vetni, arról van szó. Na, láss. How about this? The two of us should lure those silly fillies to the stage with reports of yet another party preparation gone awry? Awesome. Then they simply have to face one another honestly. Tehát mindenképp van, hogy kell állítani őket, igaz? Lássuk. Send Applejack to lure Twilight to the stage. Send Rarity to lure Pinkie Pie to the stage. Tehát, hogy AJ-nek Twilightot, Rarity-nek pedig Pinkie Pie-t kéne való elvinnie. Oké. 8 órába telik. Jó. Mind a kettő 8 óra. Nem lehet ez... Hát az a helyzet, hogy az egyiket le tudnám adni, de a másikat már nem. Úgyhogy inkább most csak erre költöm. Oké.
akkor... Vajon mennyit kell összegyűjteni Songbirdhöz? Mondjuk még 4 nap és 20-ra van hátra. Úgy tűnik, hogy ennek még nagyon hamar nem lesz vége. Na jó, hát akkor erre most válni kell. Addig viszont kirakjuk az Ecstatic Dancert. Ahogyan a másiknál is, ennél is sejthető volt az, hogy lakik valahol, addig kiteszem ezt a dance floor-t. És nem összekeverni a Pitbull meg a Jennifer Lopeznek az a száma on the floor, mert ugyanaz a hasonlat, csak az egyik, csak a különbség csak a különbség csak annyi, hogy az egyik az egy dal, ez pedig egy létező, kézzelfogható viszonylag dolognak számít. És megint nem ott landolt, ahol kellett volna, mert nem fogadni. Hát ja. Na, Ecstatic Dancer, lássuk, hogy mit ír róla a játék. This man is a maniac out on the floor. It's a wonder she don't dance right to the door. Ez milyen találó. Na, tehát, hogy megvan ő, tehát, hogy megvan örülve a színpadért, mert hogyha floor, akkor az biztos, hogy színpadot jelent, amit kivettem, és csoda, hogyha nem az ajtó fele táncol. Az biztos, hogy ez valahogy úgy van. Na, ezt az egyet viszont ki tudtam így tökéletesen, vagy nem tökéletesen, de nagyjából kiszedve ki tudtam olvasni. Oké. Igazából csak ennyire volna a mai feladatunk, de tudjátok, hogy én nem állok ennyinél meg, mert még vannak azok az erősítők, amiket be kell fejezni. És akkor hát úgy tűnik, hogy erre most válni kell egy napot nekem, hát nem teljesen egy napot, de válni kell a következő alkalom, míg ezzel elkészülök. Jó. Aztán remélhetőleg, hogy Songbird az nem lesz olyan sok, mármint úgy nem lesz sok, hogy nem kell olyan sokat gyűjteni hozzá. Hát ja. Nem tudom, nagyon aggódok, hogy most mennyi kell összegyűjteni. Az a baj, hogy tudjátok, ilyenkor nem lehet, hogy ilyenkor úgy megnézném mindig, hogy mennyi tokent kell összegyűjteni hozzá, de hát most azt nem tudom megnézni. Mindegy, tehát nem egész 5 napom van rá, hogy ezt még megcsináljam, úgymond, de hát... Én ettől félek, hogy itt most mi lesz. Friend, ezt nem is olvasom, Friend, Intervention. Intervention, nem tudom, hogy tehát semmi. Whiter or won't they? Miért ott, vagy miért nem ott? Az hiszem, why, vagy milyen why, hülyeségeket beszélek, bocsánat. Will they or not they? Tehát, hogy ott vannak, vagy nem? Vagy valami ilyesmiről van szó, és akkor last dance, utolsó tánc. Miért nem inkább just dance? Lady Gaga. Pardon. És hogy csak, hogy kire tudnék úgy menni. Na hát akkor emlékezz a Violinist Ponyval először, ő vele fogok játszani. A 7. év a 15. részével kapcsolatban nem mintha láttam volna, mert ez a felvétel mikor készül még nem láttam. Csak nem tudom elképzelni végül is azt, hogy most Thorax és Ember között mi a harci helyzet, vagy legalábbis, hogy mi az, ami miatt ezek ketten haragszanak egymásra, tehát, hogy jó, az nem lesz meg. Tehát most az sárkányok nem szeretik az alkvátokat, vagy fordítva, vagy most ez mi? Én nem értem. Nem értem, emberek, jó, úgyis majd meg fogom nézni, hogy hát még ha gyenge angol tudásommal remélem, akkor is kiszedem belőle, hogy miről van szó, de... Na mindegy. Jó. Következő. Megyek akkor is Mrs. Cake-kel egyet, mert őt is most már be akarom végre fejezni. Aztán Mr. Cake-kel is megyek. Tehát, hogy végül is mi lehet az alakváltók között? De szerintem tudom, minő lesz szó. Nem szeretik egymást, és Spike-nak lesz az a feladata, hogy az alakváltókat és a sárkányokat kibékítsék egymással. Hú, de nehéz ezt a szót így kimondani. Na mindegy. Szóval totálisan nem értem, hogy miről lesz szó. Most még így. De szerintem nem állok messze az igazságtól.
Igen, kifogytam a témából. Még nem értem, hogy Tomo is miért nem csinálja már gyakrabban azokat a videókat. Az orosz hölgy. De mindegy. Majd eljön az ő ideje, és amikor csinálni fogja. Hát ez mindjárt kész. Oké. Jön akkor Mr. Carrot Cake. Pardon. Mrs. Cake mellé. Egyébként most így... Cake-ről jut az eszembe, hogy... Nem, tudjátok, én nem sejtettem volna az, hogy... Miért ilyen nagy ennek... Miért ilyen nagy Mr. Carrot Cake-nek a hatásköre? Mindegy. Tehát értitek ennek a labdának a hatókör, hogy miért ilyen hatalmas? Na mindegy. Tudjátok, én nem mondottam volna azt, hogy Mrs. Cake-nek köze van Applejack szüleihez, tehát Applejack-ek szüleihez, hogy valami köze van ez, nem gondoltam volna. De szerintem senki más se. Ez milyen kevés volt. Oké. Na. Most kicsikét aggódok ez miatt, hogy most úristen, hogy most... Ilyen hamar eljött ez a timeline, tehát... Mikor lett ez így kész? Úgymond. Két napja? Nem két napja. Lehet, hogy már tegnap így lejárt. Hát jó. Hát nem tudom, emberek itt mit mondjak ezzel kapcsolatban. Kicsit félek, hogy mi lesz itt most. Na mindegy. Rosszra ne gondoljunk, de teljesen mindegy, ha nem lesz meg Songbird Serenade, nem számít, majd megszerzem akkor bundle-be. Amúgy is nem tudom, hogy mit keres még itt, amikor még a hivatalosan a mozifilm nem is jött le. Na mindegy, majd még ez elválik. Szóval akkor ennyi lett volna már ez a játék, és akkor következő alkalommal ott fogom folytani, amikor elkészülök ez a feladattal. Vagy lehet, hogy megszerzek egy újabb karaktert, nem tudom, hogy lesz-e bundle, mert már megint egy ideje nem jött be semmilyen új bundle. Hát majd meglátjuk. Mindenesetre addig is köszönöm, hogy keresétek a filmet és viszlát a következő videóban, valamint amit mindig is szoktam mondani, külön minden blón és meg az itt a tegyenek pedig blúhop és viszlát.